Steve Rival vagy Squad Battle? Menjünk egy kis Squad Battle-t, nem? Bocsánat, hölgyem! Próbáljuk ki, milyen a véletlenül. Rugyi bugyi. Azért Curtis! Tiszkör! Amúgy nem tudom, hogy hogy lehet. Pali annyira... Mi? Igen. Itt mi? Mondjad már, bassz meg, mit akarsz mondani? Csoda én? Igen! Ja, jó. Random mondok valamit, és így nem mondasz semmit. Ok. Mert amúgy annyira leégett az öreg, hogy már mindent összehazudik. Hogy jobbnak jön ki, akkor megint beégett a koncert. És most már szerintem világos mindenkinek, hogy ez öcskös. Hát neki van saját koncertje. És azon se jelent. Ez ilyen kis GVM szintű. Hát megjelent csak. Csak? Szóló koncerten nem jelent. Ment a muzsika. És ment a kis háttérzene minden. Igen. Komolyan, azért miket csel az öreg puki? Hogy annyira, rájöttem, hogy annyira kiragettem, hogy már amúgy a squadba tudok nyerni. És azért az a nem mindegy, baszol. Az a mindegy, az a mindegy. De baszd meg! Mi jó tettek? Kibű! Azt a büdös az élet a védelem, ez a nem semmi. Egyébként kurva nem értem, vagyis hát lehet, hogy megérted, de annyira amúgy nem jó az a 95-es, ez csak a ratinget húzva. Simán jó volt az előző lapja is. Hát ennyi. De azért hogy mint, nagyon lomha. Pedig ez is 99-es pénz, de... Nem tudom, olyan... Tehát ezt a 99 pénz, ezt mindenkinek így... Így nem tudom, mintha a vásárgy osztogatással lennék, hogy így mindenkinek csak így oda dobják. Valakinél egyáltalán nem is reális. Úristen, baszki, mekkora... És félre lövi! Baszki, mekkora labdát adtam! Jádós! Nézed amúgy a live-ot? Hát akkor nem lennék itt, mert akkor kidobna a tiparból. Jaj, értem. Jöjjek ott. Jöjjek és akkor kidobtam. Á, olyan gólt vertem amúgy beszarszba, hogy bizol. Jó, akkor jövök, várni. Jó, oké. Márekska. Jó, nigger, nincs bitch, motherfucker. Menjél már. Várjál, nem dobott ki. De. Mégse. Nem igazán akart. Itt vagy? Vagy kidobott? Halló? Hát, nem dobott ki? Nem dobott ki. Mindjárt jövök vele. Hát akkor tudod nézni? Beszarok. Olyan, amúgy, de annyira idegesítő ez a Krisztián, amiket csinál amúgy. Most csak egy kicsit flexeljek, megadtam amúgy az e-mailt és a jelszavát. Csak mondom. Ki? A Krisztián. Hát ez nagyon nagy flexet, hogy dobnám ki a kukába. Lebannoltatnám a fiókját.
megváltoztassam rajta a jelszót és mondanám. És az lenne a jelsző, hogy jó éjszakát, Krisztián. Vagy egy óra is, csak nézek valami filmet, ez lesz a jelszó. Bődületes, bődületes, amit a Krisztián itt napról napra szervez nekünk. Na, visszaért, tudom, de mit ja. csináljunk? FIFA. Nézzük, mit ír rá. Ja, jó, hát nincs kedvem. Most itt vagy, Benni? Igen. Na, let's go, nem? Baki. Ezt ugye 10 másodperc meg ki fog dolni. Nézd, csak úgy mutatom egyébként, hogy én mekkora gólokat szoktam verni veled ellentétbe. Tehát azért, nagyon mondjuk azért, ez nem életem volt. Ez így nem lesz jó. Na hála is. Ennyi. Most meg nem nézheted? De. Jó, akkor... akkor marad csöndben. Tudom, hogy miért nem fogsz beszélni, azért, hogy ne jöjjenek rá. De, nem mond semmit. De. Egy bioritmusban élünk, tudom mire gondolsz, papi. Most mondjuk pont nem erre, de jó. Mi van, Nufi? Mire? Ennyi. Ezt tudtad intézni, Nufikám. Nem. Gyerünk, papi! Pipa! Na jó, hogy ez itt testped, az ott testped, hát a kurva életben már! Haj, Istenem, miért kell mindenképpen csinálni valamit? Mondd meg neki, hogy már éjfél van. Vagyis még csak 10. Nézd meg, akkor jön ki abban a testtából? Lehet, hogy szegni Miről beszél? Te mondd már el! Hány zoknit basszál bele? Nézd meg! Azt ugye szét fogod szedni és úgy teszed bele a mosásba. Itt vagy? Space for the cross.
performing brilliantly. Well, that's just incredible. He reacted so quickly there. We'll just listen to these fans. They're urging their team. Coman. Racing forward, trying to catch them out. Hova a faszom való? Hát aztán ez volt. Well, he's been the standout for his side so far, don't you think, Stuart? Well, I really liked his first half display. He was certainly the most influential player on the field, and I'm expecting more of the same in the second 45 minutes. Oh, they could be in here, Stuart. Oh, that was begging to be put home, but the goalkeeper has it. Az igen. Az igen, Pali. De nagy labdát osztunk. De hova? Balfasz. Az igen, Pali, az igen. Vágod szopat a gép. Itt vagy? Jézusom, Benjamin. Csak szólok egyébként, hogy szopat a gép. Lehet kell valami a minőségből, mert... Micsoda? Micsoda? Ennyi. Mi micsoda? Úgy sem már. Ja. Értem. Hogy? Amin Guiri. Amin Guiri. Kérd az már meg. Mi ez a... Mi a... Nagyos handingje van a Ferran Torresnek. Vagy heading... Handing... 99 azt hiszem. Na. Akkor nézd a streambe, hogy... Egy jó 99. Azért mekkora fejes volt, láttad? Ugye, én azt mondom, hogy elfogadható. Mit kell nyomni a lapos lövésnél? Nem rossz, nem rossz. A két felsőt, nem? L1-R1, két gombot. És akkor lefele fejelt volna? Azt mondom, hogy átlag úgy a labdát. Á, valami nagyon rossz a streamben. Micsoda? Valami nagyon gázos a streammel, mert hogy levett 240p-be, hogy le tudja játszani. Az jó. Az... Ilyen sok. De hogy, basz, vagy mennyi? Ja, 480, bocsánat. Na, az egész jó. Hát akkor lép ki. Vagy nem tudom. Így félrelő ember. Micsoda? Valamit amúgy te cseszel el, mert már a múltkor is streamben is néztem, hogy nagyon felé, meg félrelőnek van, túl sok erőt viszel bele, vagy nem tudom. Kiki kapta a kifigubi headshotot. Basz meg, nem áll!
Az az egy szerencsé, hogy ilyen baszott meg. Hallod? Nem tudom, emlékszel-e Gyurkának a... Gyurkának a... Na ez már csak vicces lehet, igen. Ezt a mert, amikor villán játszottunk, és olcsival röhögtünk valamit, és akkor így Gyula egyszer csak így felhördül, hogy te pazd meg már, tőletek már számolni se tudok. Mert ő kiszámolta a spompig. Jó rá. Meg azért már mekkora szövek azért már kiosztott a rántott headshotot. Kreatos, ilyenek. Kreatos, gaz. Kreatos, gaz. Banta, perte. De múl ilyen durva. Látod ezt. Milyen durva ez a fali. Az ilyen, tehát az a mostani fejjel, az kb. Nekem ilyen beúló volt akkor a Gyula. Amikor vele játszott. Na ez az. Olyan, és ott is tömítettük, hogy lehet valaki ilyen jó. Mi volt a legnagyobb rankja? Meg azért ő volt a TCG mester. Mi hozzád a stringjével? Egyszer az egész szerót kilaggolt, ott 20 000 pingel a fali. Emlékszem, egy napig jó volt, tudod, és akkor mindig egy óráig jó volt, utána elment a netje, na, megjött a nővérem, és akkor az egész házba elment a net, tehát egynél többet nem bírt a szerverük. Jaj, vágom meg, Nandi játszik! Megmondta, hogy átteszem gyorsan mobilnetre, és akkor kilépett a rankedből, akkor még nem lehet ezt tenni. És akkor még szarabb lett. És akkor kibasztam a meccs közepén, mert ő átment mobilnetre, óriási. Mekkora gémeket toltunk. Akkor még vissza lehetett menni, vagy akkor vissza se lehetett menni? Ó, na várjál meg, amikor azért 6 óráig etette a disznókat mindig. Tényleg, amikor ment a mamához. A gyurka. A gyurma. Azért már. Szalonka. Azért. Hát az gót. A legnagyobb jelenet, amikor az anyja bejött. Na, Gyula, akkor mikor osztatom a szalonkát? Két. És emlékszem, hogy kafén, tudod, ott lent volt a békeriba, ott a kis falnál. És ott mondtad a gyurma sztorit. Emlékszem, hogy besértődött? És egy napig nem beszéltünk. Igen. És akkor ott mondta, hogy na jó, sziasztok. És kikapcsolta. Fali 18 évesen megsértődött. 12 évesen. De úgy nem tudom, hogy amúgy csak ő ilyen, nem? Tehát amúgy ő valahol... Tehát most nem, nyilván ezt csúnya ilyet mondani rá, de amúgy ő tuti fogyatékos. Most őszintén ki az, aki felnőttként... Nem, csak... Ki az, aki felnőttként 12 évesekkel barátkozik? Tehát nem tudom, ez olyan, mint hogyha én most elkezdenem. Hát ez most más, amúgy jó társaság volt az. Na, azért az elég jó társaság volt, a kis minivel az éjjelen. Egyik nap hallgattam vissza. Úgy szóljál már. Egyik nap visszahallgattam, hogy osztod azért. Srácok, gyerünk már, hozzad vissza, gyerünk srácok. Gyurka, jó, Gyurka, te menj itt pompikán. Csíri, jó, te tudod a dolgot. És mindig, amikor Bence vásolt, akkor mindig mondtad, hogy az az Bence, nice, gyűjtjé gyerekek, így tovább. Na, így már magyar verseny. Meghallom. Akkor... Akkor Olcsi elment a negyes TS-hez. Ja tényleg? Mekkora szív. Ja én arra nem emlékszem. De arra emlékszem, amikor ő elment. Igazából ott bomlott nagyon így az egész így nagyjából össze, nem? A régi, amikor ő elment. Mert akkor már nem játszottunk Gyurkával. Hát akkor alakult meg az első egy, amikor ő elment. Akkor mondtam, hogy akkor csináljunk egy pár. És akkor Milán hozta az ötletet. De akkor még nem is voltál képbe. Képbe? Mikor volt? Mánafér, mi képek egyike? Ha
Hát egy... Én emlékszem, hogy mikor, én Fortnite-oztam, és én már úgy én ismertelek titeket, de még csak Fortnite-oztam. És amikor emlékszem, igen, hogy meg néha elmentünk GTA-zni. Team Rumble-öztem, és akkor... És akkor Gyula mondta, hogy töltsétek már le, de akkor annyira más voltam úgy akkor a Gyula. És tudom, nagybar Team Rumble-öztem. Hát Gyula, én az Olcsi meg a Milán kezdtek el együtt R6-ozni, meg a... És akkor mondták, hogy ismerik a Gyulát, és hogy töltsen már le az R6-ot. És tesó, és én nem tudom, hogy mi volt bennem, tudod, mindig a nagyobbakkal akartam lenni. És akkor egyszer csak bejött a Gyurka. 1500 volt az R6, mondom. Na. Gyula, Gyula! Ez kurva jó volt. És volt, úristen, menj, ilyen... Akkor még volt neki egy ilyen saját társaság, egy ilyen 4-5 emberrel, azokat te végképp nem ismertem, mert azokat én is alig ismertem. De azokkal nagyon sokat játszottunk, meg Olcsi folyton GTA-zott elő. De azért mekkora van kedeket, de volt úgy. Na képzelem, ilyen bosszatillás féle lehetett. Nem, egyébként ezek normálisabbak voltak sokkal, csak nem. Gondolom ott elég a munkástelefon. Nem, amúgy nem. Mi volt, emlékszem, és mindig megkérdezte, hogy szakadtam a rögéstől. Mi volt? Esztergál. Az, esztergályos. Pedig amúgy ez egy egész jó szakma, besületes legalább. Hát most csinálja, hogy még ő, aztán. A nagyon régen írtam neki. Miért baszottató lesz? Random PS király. Azt mondja, hogy random PS király vagyok. Ugye is szokott ilyeneket beszélni, hogy Marti? Azt se tudja, merre van arca, de azt megyoskodik. És tudja, hogy hallgatózik, és mondja, hogy... Azért már a takösli. Mutik az így kitalál magába a szavakat, és akkor elhiszi, hogy fie, ezt a miniet majd nem tudja, de én tudom, úgyhogy én most majd bizonyítok neki. Nem, ez nem én azt hiszem, amikor Marti így elkezd halandzsázni angolul. Ugye? Na. Tomáter, a tomátóra azt mondja, tomáter, vagy ilyen. Ugye, ez igaz, ma nem így. Tomáter. És akkor mondom neki, az mi? Ketchup. Mondom, a ketchup az ketchup angolul is. Mondom, az paradicsom, amire te gondolod. Igen, az! Milyen egy bőlek volna, Dante? Kurva meleg, hőségviadó van egész héten. Mondom neki. A hőségviadó van egész héten, azt mondjuk el. Holnap 36 fok lesz. Azért... Azért, hogy kiszámoltuk ezt a nyaralgatós dít? Azt gondolom, ha ez a képenben nem tud semmi. Azért milyen jó a team, nem? Tehát azért a ratingben mindenki a tegeket hasítja, de hogy amúgy senki nem tud semmit. Az ilyen, nem is tudom, az ilyen reál, nem is tudom semmit. Ja nem, amúgy ez ilyen full PSG ez a team. Mindenki nagy nevek, meg hobby team, hobby nagy nevekkel, a sehun semmi. Azért nincsenek akkora nevek, mint a PSG-ben, de gyönyörű, teljesítmény az legalább jó. Nem tudom, ki volt az a nagy legenda, aki ezt kihagyta. Na most átsétáltam konkrétan a labdát ezt a palinámmal. Ez mi volt? Én csak most jöttem el eddig a részig. Hát meg kell hagyni, azért nem kis nevek játszanak. De kajak amúgy a legszarabb playereim a legjobban. Nyilván oda pattam, mert miért ne? Hát az a fel van Mendy lakocsém. Te most kajan a WC-n ülsz? Hát nem, csak pisütlek. Azt a kúr, ez ki volt ez a komand? Azért kapásból ilyet lőni, én be is szarnék. Hogy eltalálta a papi? Anyád, ez jó volt. Nem volt sárokra, de jó. Ez
Na várjál, meg nem vagyok ott. Jó. Kapcsolt ki, te köcsök. Anyám. Come on, Popper. Azért mekkora paszt adtunk, de egyébként azért a Krisztián azért említésre méltó, hogy 20 percre mondta azt, hogy jövök. Írom neki, mit játszunk, azt mondja, mit játszunk, mondom FIFA, jövök, 20 percre írtam. Következő írása az lesz, hogy jam, végső tudok jönni, bocs. Arra. De ez, én akkor miért mondja azt, hogy jó, hogyha nem? Nem értem, hogy a még nem ért. Még én legalább megírom, hogy... Hogy majd jövök. De ő nem, ő most jövök. És nem. Jó, mondjuk azért van nekem is néha én érzésem. Tehát például múltkor, amikor mondtad, hogy később mentek, abban a pillanatban tettem le a telefont. És aludtam tovább. Hogy érted, hogy később megyünk? Hát mondtad, hogy nem kell, nem megyek sehova, tudod. Akkor mondtam, hát de miért nem mentek be, ja. Azt mondtad, de mondtad, hogy csak később megyünk. És akkor... Gúrant a bugyi. Aludtam a faszomba tovább. Ja, azt nem azért mondtam amúgy, hogy aludj vissza, de kösz. Ha nem azért, hogy még többet... Ott már majdnem idegbajt kaptam, amikor 11-kor még izé aludtál. Én megmondom, egykor vagy kettőkor indulunk. Izé, te meg alszol délig, óriási. Na, mondjuk felkeltél csak egy 20 perces késéssel. Csak ott mondtam, hogy ez... Nem... Krisztián, Krisztián! Flashback! Ez egy flashback Krisztián! Ilyen kis Krisztián vibe-ok. Ilyen vibe. Még fal. Az komoly volt azért papi. Már azért már minden a ipapai papnak papi pálya van. Nem félne egy fajmosás, már az a dohány hajtal annyi szelegörbül. Micsoda? Semmi sem. Na jó, fürdök. Nem lépek kicsit illet. Fürdesz? Most fürdesz? Az azért... Na az a... Az! Na az! Várj, várj, várj! Azért az! Nem sem. Re! Egész illatos. Illatos. Az jó. A pass reggel, hülló! Na mindjárt! Ez azért nagy volt. Nem tudom, mi lehet amúgy, amikor a terv, de most újra felhívom. Kiafkol az öreg egy fél úton, hogy... kakulunk el. Kaksi. Tehát van azért már egy kis kakka. Csak fél idő van. Már most megint a maxifát, nem tudom, hogy mikor fog jönni. Az... jó. Hittem már addig, hogy mondom, hello. De lassú vagy, azt meg. Diaby, nagy erőnk Diaby, valami villancs. Hát ez addé mekkorát villant.
My heart is pushing me, falling in the back. Di Bali, di mana ada? Ni lagi poli, bapa.
itt vagy? Az igen, Pali, az igen. Showing ambition to shoot from there. Goalkeeper has it. Ano, úristen, úristen. Mindjárt. Áno, ti vysunáš, áno. Benjamin Téglást hívjuk. Na, mondjad már. Semmi. Ez jó. Na most mi van akkor, most mi lesz, hogy itt vagy? Most itt vagyok a konyhába. Egyelőre anya izét néz. Egyelőre anya költözőt néz, hát jobban megéri. És ez a ti ház, vagy ti lakásotok, vagy egy bérlitek? Miénk? Tehát, nem tudom milyen ingatlan árak vannak. Az egy 15 négyzetméteres lakás, azt mondta, nem, ha ezt mondta, 20 milla. Annyival többet fog a tétek is jelenleg. Azért
biztató. Van közel az őrshöz, egy központhoz. Meg Suli van közel. Közel az őrshöz? Na. Hát azért nekem jó lenne, hogy van közel. Mik az azért tényleg nagy előny? Most azon kívül, hogy most az őrshöz beszélünk, attól függetlenül. Jó környék, csak... Csak nem. Ha most mi ugyanilyen jó környékre akarunk menni egy nagyobb lakásba, az 80 millió. Minimum. Hát én majd nézzem, mekkora csehát voltam. Fele. Most hívtam föl harmadjára a WC-ről. Én föl sem lesz, szerintem úgy beállott őszintén. Csak nem tudom akkor mi mondja. A vér az úr. Mindjárt jövök, hogy abban a pillanatban behaltik. Mondom neki, hogy mondja, mondom neki, hogy ugye ezen a héten játszottnak valószínűleg utoljára, hogy na jó, akkor majd Suli így úgy is leszek. Mondom, miért? Aztán elfejtettem, hogy tudod, milyen suliba fog járni amúgy? Estibe. Tudod, milyen menő amúgy? Milyen szívesen járni? Amúgy olyanba kéne nekünk is? Az milyen menő? Ilyen 6 fele kell bemenni, benn vagy 4 órát, ami elég erős 4 óra, tehát ott nincs izé, mellébeszélés, ott csak könnyek nyelvén befőnek. Akkor kell még 4 óra. És utána úgy free vagy, tehát hogy azért már a free. Mikor egy hátránya van, hogy a barátaiddal valójában nem nagyon tud találkozni, mert ők mind alszanak akkor, mikor te hazaérsz. De azért elég jó. Egy hátránya van, hogy szerintem biztos, hogy kb. Fog kapni egy mitől. Tehát annyi házi feladatot fog kapni, szerintem egy héten, mint mi egy hétbe fogunk. Ugye a 4 órájával. Fúj! Top ki, bazd meg! Mindjárt behádok! Mi volt az? Poshat tej! Az nagyon jó, én ezt imádom amúgy. Új! Nem, amúgy azt nem. De amúgy apa azt szokta csinálni, hogy kijön tejet egy tálba és kirakja a napra. És hát nem a napra, csak az ablak elé, rásít a nap. Új, de ez keserű volt, érted? És ilyen jó kis ilyen sík fokos. Tapszol. Na, egy fakta gyomorrontás a gyomorrontásra. El sem érek gondolkodni egyébként azon, hogyha esetleg Krisztián lelátogatna oda Balatonra hoznánk, akkor így mondanám neki, hogy akkor mondjuk 10-re ott, és akkor így a pályaudvaron várnám így még este 7-kor. Igen, és akkor mondanám, hogy bocs, ne is megyek. Először mondanám, hogy mindjárt ott vagyok, aztán másodjára írja, hogy mégsem, el sem indultam amúgy, csak nem akartam, hogy csalódj. Így legalább nagyobb a csalódás. De ha írnád, de ilyenkor annyira... Na, hát soha életemben nem hittem eddig, hogy poshat ér. De egyébként nagyon fúz. Eszméletlen így úrva. Keserű, mint a szar, és érzed a darabos. Ahogy darabosodik. Keserű, mint a szar. Az egész jó. Én még azért nagyon nem ettem. Ez mi? Mint a szar.
Azt mondom. Ne, úgy ér. Ez a rohadtadnak is egész jót tett, tehát mindjárt összefordult ott felé. Hála Isten. De rendes meghúztam. Hála. Biztonság kedvéért ráhúztunk egyet. Csak jelzem, hogy mi a vacsorám. Várjál, most csinálom. Light majonéz, pufi rizs és egy párzsi. Még egyszer. Hát egy light majonéz, egy pufi rizs, illetve már egy párzs. A minden itt. Na pont, azt nekem kéne pont, amit most elszel. Na, hát azt, igen, ezt neked kéne, és te mit vacsoráztál ma? Egy lófat, nem. Hát ma csacikit, meg ananász konzervet. Fú, na hát azt mondjuk, én nem szeretnék ananász konzervet tenni, mert behányom. Nem szereted? Utálom. Ja, meg ettem egy kis sajt. Kétszer kóstoltam, meg kettő esélyt adtam neki eddig. Minden kettő sem földgyalandolt. Csók is, azt tudom. Na. Nem tudom, valamit kéne csinálni, mert kicsit izgalmasabb. Far Cry azért nagyon szívesen, de előbb megnéztem, és ugyanonnan folytatódik, ahol mi abba hagytuk. Vagyis nem ott teljesen, hanem amikor tudod, befoglaltuk a hajót. Na én ott tartok konkrétan. Melyik hajó? Tudod, volt két hajó, amikor fölrobbant, és utána mentünk át a nagy szigetre. Nekem még ott ki kéne érteni a két hajót, ott volt a mentés. Azt a rohadt. Úgyhogy onnantól nem akarom, mert azután egy pár órát még játszottunk, és unalmas lenne, úgyhogy... azon belül nincsen amúgy más valami, Far Cry-on belül? Csak ezt a sztorit lehet játszani? Vagy nem tudom, mi a neve, nem sztori. Nincs valami más game mód? Régen volt, most már nem tudom, van-e. Régen mi volt? Vagy nézheted, ahogy Fortnite-ozok, vagy ahogy Rocket League-ezek, vagy ahogy Rainbow-zok? Ja, ennyi. De most komolyan, nézed, ahogy Fortnite-ozok? Nézed akkor, ahogy Fortnite azok? Anya! Már kikapcsoljam! Nem, még nyugodtan maradjál! Nem! Még nyugodtan! Még egy én? Két óra. 5 perccel az időm lejárt előtt. Anya, akkor még figyelj, most egy, hát most 10 perc lenne, bocsánat. Na felejtsd el! Tutika, hogy ne, reggelig. Oviba kell menned, farunk rá holnap, akkor nem még. Anya! Egész nap. Anya! És még négy. Igen, egész éjszaka, ameddig tudsz. Ameddig tudsz, sőt. Nem kell kikapcsolnod, ő... Csak akkor, hogy... Csak takarod. Hát olyasmi. Majd ő kikapcsolja. Nézd meg azt még! Te hív! Mi van? Hogy lehetsz ennyire görén? Hallod? Figyeld! Azt mondja! Körén voltam. Most miért sír? Szerintem már lejárt az időd, ott ide kérdezd meg anyát. Kikapcsoltál? Hogy melyik reggelig játszhatsz, a holnap vagy még a holnap utánig? Milyen autó? Most hova mész? Tuningoló?
Ez mi? Ez mi? Na, abban nem menjél a filmesbe. Mi? Amit nincsen semmi. Turingoljuk fel az autót. Már hol turingol? Most mit játszotok? Mit játszotok? Igen. Hát most jelenleg GTA, de mindjárt indítom a Part 3-t. Csak gyorsan indítsad már. Jó. Tehát így mondd meg neki, hogy